Dicsértessék Jézus Krisztus! A tisztelendő Ferenc atya, Krisztusban kedves testvéreim! Pilip Viktornak hívnak, Ukrajnában, Kárpátalján születtem, Pusztvárosban. Orvos szülők második gyermekeként látta meg a napvilágot. Felekezeti szempontból nagyon érdekes a családunk, nagyon vegyes. Édesapám görögkatolikus, édesanyám ortodox, bátyám és nagymamám római katolikus vallása. Én görögkatolikus templomban voltam megkeresztelve és megbírmálva, de kiskoromtól kezdve római katolikus Szent Anna templomba jártam nagymamámmal. És mindig el voltam varázsolva, papnak szép öltözéke, sok ministráns és csodálatos orgona hangok, melyek később döntő szerepet játszottak az életemben. Az általános iskolát és gimnáziumot Huszton végeztem, és úgy is jártam zeneiskolába. Családomban nagymamám kivételével senki sem beszélt magyarul, így tehát én sem részesültem a magyar nyelv tanításában egészen 18 éves koromig. Nem emlékszem életemnek olyan időszakára, amikor nem akartam volna pap lenni. Még akkor is megvolt ez a szándék, amikor fogalmam sem volt, hogy mi a papság, mi a szent mise, vagy minek kell egyáltalán templomba járni. És mivel egyáltalán nem beszéltem magyarul, és római katolikus templomban csak magyarul beszéltek, ukrán nyelvű hittanra jártam a görögkatolikus bazilika nevérekhez. Eléggé későn lettem első áldozó, talán 12 éves lehettem, és még aznap elkezdtem ministrálni. És ez volt az az esemény életemben, amikor tudatossá vált bennem az, hogy pap szeretnék lenni. Kicsit közelebb jutottam a szentélyhez és az oltárhoz. Itt ebben a templomban napról napra erősödött a hivatásom, és 5 év múlva jött a fordulat az életemben. A római katolikus templomba új plébános érkezett, aki magyar misék mellett bevezette az ukrán nyelvű miséket is. Így lépésről lépésre elkezdtem újra felfedezni a gyermekkori élményeimet. És minél tovább, annál mindjárt kezdtem behatolni a latin szertartásot katolikus egyház életébe. Később itt elkezdtem énekelni az ukrán kórusban, ami a vasárnapi miséken való részvételt igényelte. Így hát abba kellett hagynom a számomra annyira kedves ministrálást a görögkatolikus templomban. 15 éves koromban először betekintettem az orgona titkos világába. Később ige liturgiákon helyettesítettem a kántort, és Magyarországra költözése után én lettem a huszti templom orgonistája. Ebben az időben megéreztem azt, hogy én latin szertartású pap szeretnék lenni. Azt is elhatároztam, hogy megtanulom a magyar nyelvet, és így majd Magyarországon tanulhatok a szemináriumban. Érettségi után 2010 nyarán kispapnak jelentkeztem, majdnem Anton Munkácsi római katolikus püspök atyánál, de ebben az időben még csak 17 éves voltam, és nem beszéltem magyarul. Így püspök atya bölcs döntésének engedelmeskedtem, jelentkeztem a budapesti Harmatartor központi kántorképzőbe. 2010. augusztusában felvételt nyertem a Kodály Zoltán konzervatóriumra, olyan ott Budapesten. Itt 3 évig egyházzenét, orgonát és karvezetést tanultam. Eme intézmény falai között mind zeneileg, mind nyelvileg szép eredményeket értem el. Hivatásom is erősebb és érettebbé vált. 2013 nyarán jelesre tettem le az állami vizsgákat magyar nyelven. És ugyanaz év augusztusában Majnek Antal püspök úr fölvett a Munkácsi Egyházmegye kispapjai közé, és Budapestre központi szemináriumba küldött. Nagyon sokszor feszület előtt imádkozva találtam válaszokat kérdéseimre. Elmélkedve Krisztus szenvedésein sokszor világossá vált bennem a Teremtő Isten akarata, az út, amelyet ő készített nekem. Kempis Szent Tamás azt írja, Jézusnak manapság sok olyan híve van, aki a mennyországát szereti,
kell is, aki keresztét hordozza. Azért szeretnék pap lenni, hogy vele együtt hordozzam a keresztet, hogy másokat segítsem a kereszt hordozásban, hogy őt kövessen vele egyesüljek mindennapi életben, minden percben, az örömben, a fájdalomban, a szenvedésben, a halálban és a feltámadásban is. Ha valaki utánam akar jönni, tagadja meg magát, fogja a keresztét és kövessen engem, mondja Máté evangélista. Hasonlítani szeretnék Krisztusra. Krisztus példáját követve életemet az emberek és saját magam üdvösségére szeretném fölajánlani. Mindenkivel szeretném őt megosztani, elvezetni hozzá. Szolgálni szeretném Szent Egyházát, hogy minél több élet hozzátalálta. Ez nagyon szép szavak, de most már látom, hogy igazából mivel kezdtem be. Harmadikos pap növendékként őszintén megmondhatom, hogy ez nagyon nehéz. Áldott és szépen ez szolgálat, de hatalmas felelősséggel jár. Naponta üldöz engem az a gondolat, hogy nem vagyok méltó. Egyáltalán nem vagyok méltó erre a szolgálatra, és ez valóban így van. És sose leszek erre méltó. De ő mégis meghívott. Hiszem benne, sőt egészen biztos vagyok benne, hogy valóban a jó pásztor hangját hallottam, aki tökéletesen ismeri szívem lelkeményeit, látja minden gyarlóságomat és emberi gyengeségeimet. De mégis meghívott. Tavaly pont ilyenkor, jó pásztor vasárnapra haza Ukrajnába mentem, hogy a plébániában Huszton tegyek tanúságot a hivatásomról. Isten ajándékának tekintem azt, hogy a lelki atyám, Bácskai Georg atya halálos betegsége után pont a hivatások vasárnapja előtti pénteken elköltözött az örökké valóságba. Hazamentem tanúságot tenni, és pont fordítva történt, én részesültem egy hatalmas tanúságban. Nagyon nehéz szívvel és fájdalommal búcsúztam tőle, hisz életemre és hivatásomra is hatalmas hatással volt rá. Előtte életemben nem láttam olyan tekintetet, amely lángolt volna Isten és az emberek iránti szeretetét. De ahányszor belenéztem öreg lelkiatyám szemébe, végtelen szeretet, béke és nyugalom. Kimondhatom, hogy maga Krisztus tekintetével találkoztam, amely melegítette fiatal lázadozó szívemet kegyelmének sugaraival. Lelkiatyám fiatal korában a katolikus egyházat gyűlölő Isten tagadó szovjet hatalom sikeresen megakadályozta, hogy igenlő választ adjunk Krisztus hívására és papi pályára lépjen. Hosszú 50 éven keresztül szívében őrizte a jó pásztor hívó hangját, jöjj és kövess engem. Több mint 60 éves volt, amikor Krisztus kérésének végre eleget tudott tenni. Utána még 22 áldott esztendőt élt papként Kárpátalján, munkálkodva Isten szülőjébe. Minden alkalommal, amikor szemináriumból hazaengedtek minket, majdnem repülve, siettem kedves Georg atyámhoz, hogy megint láthassam, hallhassam őt. Megöleljem, imádkozzak vele együtt, mert megláttam benne Krisztus a jó pásztor arcának ragyogását. Hallottam az ő hangját. Vágytam arra, hogy egyszer én is így hasonlítsak Krisztusra. Georg atyánál mindig találtam egy vigasztaló szót, fájdalmaim és aggodalmaim közepette, még a halálos ágyánál is. Mindig bátorított arra, hogy pap legyek, mondván, fiam, nincs annál nagyobb kincs az egész világon, mint az, hogy mikor csak egyetlen egy lelket elvezet az üdvösséghez, Krisztus.
Többször panaszkodtam neki nehézségeimről, kisítőségemről, arról, hogy ki vagyok én. Nem vagyok méltó erre az egészre. Mondta nekem, fiam, igazad van, senki vagy. De itt nem rólad van szó, és rólad sose lesz, ha pap akarsz lenni. Porember vagy, egy porszem. De akkor is ne felejtsd el, hogy ez a porszem Isten tenyerén nyugszik, és azt teszi vele, amit akar. Nem vagy egyedül. Utolsó telefonon történt beszélgetésünkben kétségbe esetten hallgattam őt. Sírva búcsózott tőlem, mintha érezte volna, hogy legközelebb már csak odafent találkozhatunk. És bátorított. Nem panaszkodott soha. Annyit mondott, fiam, még úgy szeretnék élni kicsit. De hát az Úr szólít, és ha ő szólít, menni kell. Te majd folytatom a munkát. Ezeket a szavakat örökre szívembe résztem. Ezek a szavak most is vigasztalnak és bátorítanak engem, amikor úgy érzem, hogy ez az egész felülmúlja az én erőmet. Ez nem nekem való. Én ehhez gyenge vagyok. Ha az Úr szólít, menni kell. Krisztusban, kedves testvéreim, forró imáitokba ajánlom szüleimet, akiken keresztül Istentől életet kaptam, és hivatásomat is, hogy kitartsam ezen az úton. Továbbá bátorítom önöket, hogy imádkozzanak sokat az új papi hivatásokért. Szülővárosomban, Huszton, minden szentmise előtt régóta imádkoznak a papi hivatásokért, és úgy látom, hogy nagyon sikeres ez az akció. Mivel, hogy Kárpátalján ez a város adott legtöbb papot az egyház megyének. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, és Tébános atyámat is köszönöm a lehetőséget, hogy tanulságot tehetek.